főiskola, amikor fölvette második Rákóczi Ferenc nevét, azkor úgy döntöttünk, hogy a tudatunk, az intézményi tudat, a küldetés tudatunkban nem csak az van benne, hogy mi egy regionális intézmény vagyunk, és a Rákóczi földjénekhez kapcsolódó kutatásokat végezzük, hanem a Rákóczi emlékét is meg kell őrizni, és erre a legalkalmasabb az, ha születésnapja körül rendezünk egy olyan konferenciát, amelynek a keretén belül, vagy Rákóczi napokat, amelynek keretén belül a főiskola megmutathatja magát, tevékenységét, kutatásait, és felhívjuk a figyelmet arra is, hogy milyen nevezetes személyiségről neveztük el, akihez igazodunk. Sajnos a múlt évben ez elmaradt, mert épp akkor vezették be a megszorításokat Ukrajnában, amikor a konferenciára sor került volna, le kellett mondanunk, de úgy gondoltuk, hogy ezt a tradíciót nem szabad abba hagyni, és bár most sokkal kisebb rendezvény sorozattal, de és az online térbe, de továbbra is fenntartjuk ezt a hagyományt. Így emlékezünk Rákóczi Ferencre, megtartjuk a konferenciát, és remélem, hogy egy év múlva már a nemzetközi kórus találkozóra is sor kerülhet, valamint kiállításokra és egyéb olyan rendezvényekre, ahol a főiskola a többi arculatát is meg tudja mutatni a világnak, Kárpátaljának és a diákoknak. A Rákóczi az mindig arról szól, hogy egy-egy tanszék szervez egy nagy nemzetközi konferenciát, ahol alkalom nyílik a kutatások bemutatására, megvitatására, illetve meghívunk külföldi professzorokat is, másrészt pedig ezen a héten teret adunk az egyéb tevékenységeknek is, annak, hogy a főiskolának ugye hármas fő funkciója van, egyrészt a tudománynak ad otthont, egy tudományos kutatóközpont különböző szinten, másrészt oktatóhely, ahol a diákok diplomát szerezhetnek, harmadik rész pedig egy kulturális központ. Kárpátalja a legnagyobb magyar kulturális központja, és ezt a tevékenységet is szeretnénk bemutatni, és akkor ilyenkor mindig vannak kiállítások, kórus találkozó, hova más egyetemek kórusait hívjuk meg, néptánc találkozó, bemutatók, húsvéti előkészület általában erre a hétre szokott esni, tehát egy nagyon színes arculatát az intézménynek szeretnénk megmutatni a világnak. Це мали бути шляхта громадяни Речі Посполитої. Tehát professzor úr válasza, hogy egyrészt irányított volt a betelepítés, bár ugyanakkor volt spontán betelepítés is. Társadalom földrajzi problémákkal foglalkozó konferencia, magam is előadok rajta, az egyik előadásom az népesség elhelyezkedésének, népsűrűségnek az ábrázolásával foglalkozik, különböző térképészeti módszerek segítségével, illetve egy másik közös előadásunk, Tátrai Patrik kollégámmal, 2017-ben lebonyolított Summa 2017 kutatás eredményét mutassa be. Ennek a kutatásnak a fő célja kárpátai magyarok lélekszámának a pontosítása volt. Kutatók általában két módon publikálják az eredményeket, az egyik az cikkek formájában, a másik az konferenciák formájában. A konferencia annyival több a cikkeknél, hogy itt látjuk is egymást. Tapasztalatokat szerzünk, tehát megmutatjuk magunkat, megnézzük másokat, hogy csinálják mások, ötleteket kapunk tőlük is. Szerintem ez nagyon fontos dolog. Meg az emberi kapcsolatok egyébként a tudományban is, mint minden másban szintén fontosak. Különösen mondjuk az ukrán-magyar relációban, hogy a konferenciánk is ezeket a kapcsolatokat ápolja, és hangsúlyosan a mai viszonyok között, amikor az ukrán-magyar viszonyok egyébként politikai szinten mélyponton vannak. Mi legalább szakmai szinten igyekszünk azokat megfelelően ápolni.